Vadászati szempontból az egyik legkedveltebb nagyvadfajunk. Nincs olyan hely Magyarországon, ahol ne fordulna elő. Nincs Magyarországon olyan ember, aki ne ismerné, hisz a mesekönyveknek is kedvelt szereplője. Az európai ősz testhossza 95-140 cm. Farka nagyon rövid, mindössze néhány cm. Tömege Közép-Európában 15-30 kg. A vakokat kis agancsuk alapján egyértelműen fel lehet ismerni. Meredeken emelkedik ki a homlokból, és az igazi szarvasokénál kevésbé irányul hátra, inkább felfelé. Nagyon finom alkatú kecses testével, vékony, hosszú lábával és hosszú karcsú nyakával az ősz a szarvasfélék legkisebb európai képviselője. Fara felé enyhén nehezedő teste lehetővé teszi, hogy könnyedén bujkáljon a bozótban és az agynövényzetben. Látásuk nem valami jó, de szaglásuk és hallásuk kitűnő. Veszély esetén a suta a gidáját elfekteti és igyekszik magára vonni a figyelmet. Ha az ilyen elfektetett gidát megtaláljuk, anélkül, hogy hozzáérnénk, ott kell hagyni, mert ha az ember szagot megérzi a gidáján, éppen úgy fog tőle félni, mint az embertől. A legkisebb finom simogatás is végzetes következménnyel jár a gida számára. A kis gidát nem kell félteni, mert a suta bármennyire is messze vágtatott el félelmében, tévedhetetlen pontossággal fogja megtalálni. Az ősz nyáron jellemzően magányosan vagy kis családi csoportokban él. Például suta az őszgidával. Ősztől tavaszig azonban kisebb-nagyobb csoportokat formálnak. Fásszárú és látszárú növényeket egyaránt fogyasztanak. Vadászati szempontból a legértékesebb trófeája a hímek agancsa. Sutát általában csak akkor lőnek, ha valami betegségben szenved. Vadászatát jogszabályok szabályozzák.